Ez a látvány fogadja városszerte az embereket Pakson, hiszen hetekben 500 facsemetét ültettek el közterületekre. Így az 1000 fát Paksra program keretében tovább zöldül az atomváros. A lakosságnak egy hónappal ezelőtt már kiosztásra került 500 fa. Az ugyanennyi közterületre szánt, gondosan előkészített facsemeték ültetését a héten fejezték be. 40 helyszínen ültettünk, 18 féle fajta fát ültettünk, ami egy nagyon magas szám. Nyilván meg van határozva, hogy mondjuk az űrgemezőre milyen fa kerülhet, vagy milyen fa kerülhetett mondjuk a kerékpárút mellé, vagy Dunakömlődre. A főkertész által előírt szabályok szerint lettek ültetve a fák a különböző területekre, mondja a szakember. A legtöbb fa a kerékpárút mellé került, és Dunakömlődre, mégpedig kőr is. A Kressz Parkba ezüsthársa, Dunapartra, az évszázados gesztenye sorra pedig néhány gesztenyefa csemetét is elültettek. Az űrgemezőre oda is viszonylag magas szám került, oda pusztaszilt ültettünk azért, mert ott egy kicsit homokos a talaj, és ugye oda egész más kalibrátú fát kellett ültetnünk, és ez a fajta, ez nagyon jól bírja ezt a homokos területet. A városüzemeltetők bíznak abban, hogy a facsemeték nagy százaléka megered. Tapasztalatuk kedvező, hiszen az elmúlt években elültetett 300-ból mind gyökere teresztett.